Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok. Remélem mindenki kint van a strandon, és a vízi pisztolyával lövi a, az executionereket, rá rálövitek a, a vízi a vizet. miközben itt nagyon a railjackre várunk, de nem is vagyok itt hogy most, hogy a railjackről beszéljem, és azért sem vagyok itt, hogy elmondjam, hogy a Wukong skinje vagy jól néz ki és nagyon-nagyon jól lehet színezni nem, ezért sem vagyok itt és hálás köszönet azért a Digital extreme hanem azért vagyok itt mert hogy küldtek nekem egy e-mailt a Digital Extreme-től és benne az van hogy kérdezz meg a közösségedet vagy nekem mint partnernek van-e valamiféle ötletem barúkra hogy milyen augment modokat hozzanak be rá. Na most tudjátok, van, van ez a barúg srác. Ehm, hát ő egyszer csak kijött, és ő ugye, neki a koncepciója ez a béke. Ő nem szeret bunyózni. Ha egy helyben állsz vele, ugye az egyes képességének köszönhetően konkrétan halhatatlan vagy, mert minden sebzés áthalad rajtad. De amint ugye akcióba lendülsz, hát akkor már benyeled a sebzés. Tehát békesség a fő hangsúly a baruknak. Na most annyira békés ez a Warframe, hogy ami, amint kijött, a játékosok békében meg is feledkeztek róla, és esküszöm, ha nem küldik ezt, a, ezt az e-mailt, hogy találjatok ki, találjunk ki valamiféle augment modot a baruknak, el is felejtem, hogy van egy ilyen frame. Szóval íme itt a challenge nektek, a komment szekcióba várom az ötleteket, milyen augment modokat szeretnétek, hogy barúk kapjon. És nem ez lenne az első, a múltkori live-okon is tök jó ötletekkel álltatok elő a különböző Warframe-ek rework-ére, illetve hogy hogyan boostoljunk különböző warframe a képességén. Rohadtul jó ötletek voltak, és... Uh, esküszöm mindegyiket, amelyiket megbeszéltünk streamen, és láttatok, hogy leírom, mindegyiket elküldtem uh, a Digital Extreme-nek. Ki tudja, talán egyszer valamelyikünk ötlete ott lesz. A Vóban ötletek valami akkor nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon-nagyon tetszettek, és hát meglátjuk, hogyha egyszer valaha lesz-e valami uh, belőle valamelyik ötletet implementálják Úgyhogy most ugyanezt Szeretném, hogyha van kedvetek, akkor írjátok le a komment szekcióba, hogy milyen ötletetek lenne Barukra, hogyan lehetne eh, egy kicsit felturbózni a karaktert. Most a turbo alatt. Nem feltétlenül azt értem, hogy erősét, erősebbé tenni, mert már így is elég erős tud lenni az egyes és hármas képességének köszönhetően a baruk. Úgyhogy valami, valami fanat, esetleg valamit kitalálni neki, amitől amitől jóvá válik. Nem tudom talán, hogy a, hogy a négyes képességi energia alapúvá tegye, vagy valami esmi. És megmondom őszintén, azért valahogy bármelyik, talán bármelyik másik warframe ki tudnék találni valami egyszerűt, hogy, 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 valami augment modot hozzon, de barukra kifejezetten nehéz. De íme az egyik ötletem, ami, és, és nem túl sok ötletet adhatok, tehát ha minden igaz, mindegyik képességre, kettő ötletet adhatok ha jól tudom, ez állt az e-mailben de lehet, hogy egy ötletet mindegyik képességre a lényeg az, ha jól emlékszem akkor kettő ötletet adhatok mindegyik képességre úgyhogy legyetek nagyon jók az egyik ilyen, az egyik ilyen ötletem az Ultira például az lenne hogyha a földbe csap tehát felugrunk és földbe csapunk nem megölje az enemiket hanem mint a stamp fölemelje őket a levegőbe és ugye utána, hogyha jól esik kedvünk, ugye hogy ott állnak a levegőben mondjuk egy időszámlálóval, mint ahogy a rhinostomp is megtörténik, akkor utána normális ütésekkel kivégezni őket a, a levegőbe. Szóval egy ilyen augment mód, amely Rhinostomp-ot csinál, hogy utána azt az élvezetet adja meg, hogy a levegőbe lévő enemiket szép komoltosan, ugyanazzal az ultival kivégez, egyszerűen marha, marhára tetszene, az élvezete miatt. Tudom, hogy a Rino Stomp ilyen elavult, de ha képzeltek együtt a, a és a Rino-t, ha a Rino egyes Stompol, ezen még nem hallak bele, és akkor a baruk miközben a levegőben vannak, le tudnák őket ütni, és a féle egy kettős funkciót tudná ellátni az útja, a crowd control és tömegpusztító fegyver is lehetnek. lehetne. Épp íme itt egy elfogultabb ötlet. Tegyük fel, mi lenne, hogyha a hármas képességet egy olyan modot kapna, ami a hármas képessége a tenónak is védelmet adna. Tehát, hogyha kijövünk ugye a warframe a tenóval, akkor körülöttünk lenne az a kis cirkáló késecskék, és nekünk, mint tenónak is védelmet adna. És kérdeznétek, hogy mi a francnak a tenó így is elég erős önmagában, de például egy tök jó védelmet kaphatnál a ropaloliszt ellen, mikor bemész harcol, és nem kell folyton láthatatlan legyél, hanem lenne egy extra kis védelmet, lenne egy kis extra uh, védelmed a szentientekkel szembe például, hogyha ugye kijössz tenóba, hogy, hogy leved róluk a státussebzést és a többi, vagy esetleg harcolj velük egy kicsit, akkor lenne egy kis extra uh, védelmet, hogyha már úgyis vannak a tenok, miért ne tehetnének valamit a Warframe-ek és a Tenókért, ugye, hogyha már az Umbrának ilyen saját öntudata van, és harcol melletted, miközben Tenóval vagy, a barúknak pedig lehetne egy olyan augment mondja, ami megvédi a Tenót a hármas képessége által. tes képességére valami olyasmit találnék ki, hogy ugye az az altatás, egy ilyen altató hullámot lövel ki magából, és áltatja az enemiket, ez már önmagában egy viszonylag erős képesség. Nem hiába van az, hogy egy kicsit lassan történik meg ez, az altatás, nincs is vele baj. De egy olyan extrát adnék hozzá, egy olyan augment modot, hogyha leüti a kettest, eltatja az enemiket, és amelyik enemit megölöd alvó állapotban, a tőle, tegyük fel, 10 méterre lévő eneminek átadja azt az altatást, tehát elaltatja a tőle 10 méterre lévő enemiket, ez mondjuk instant történne meg, mint például az Equinox 2 képességével. Tehát nem lenne ez olyan rossz, ugye, például, hogy a Milizen elaltatod őket, és, milize, és a tőle 10 méterre lévő enemiket instant elaltatja is így, így tovább, és így tovább. És szerintem ez egy elég... Szórakoztató uh, dolgot tudhat eredményezni, szóval nem, nem, nem lenne rossz egy ilyen képességet is el tudnék nézni uh, baroknak, vagyis egy ilyen képesség módosítást az augment uh, által. És ugye, aki eljutott a videó végerét, meg is kérdezem, vajon miért? Miért elfeledett Warframe a barúk? Mi, mi lehet a baj vele? Nem csodálom, hogy a Digital Extreme augment modban gondolkodik, és azon, azon sem csodálkozom, hogy ötlettelenek ezzel a, a Warframe-el kapcsolatban, és ugye a közösséghez uh, fordultak, hogy esetleg ötletekkel álljanak elő um, mert hogy én úgy érzem, hogy ez a Warframe korrektül balanszolt, az az igazság, viszont nincs meg benne, az a, az a jellemző, az a tulajdonság, ami az egy-két mai Warframe-ben van meg. Mégpedig az, hogy ugye önmagában szólóban egy nagyon-nagyon effektív tömegkontroll és tömegpusztító barúk mindegyiket tudja. De de mind, de, mind de van olyan Warframe, ami jobban tudja, mint amit uh, barúk tud. És, és a viszonylag balanszoltsága miatt, a képességén nem túl látványosak is, és más Warframe látványosabban és jobban is tudja azt, amit uh, barúk. És szerintem ez az egyik oka, amiért el lett uh, feledve ez a karakter nagyon-nagyon gyorsan. pedig pedig egy egy jó Warframe, hogy őszinte legyek. Srácok, um, ennyi lett volna ez a videó, uh, várom a ötleteiteket, tényleg várom az ötleteket. Itt a komment szekcióban, itt YouTube-ban írjátok le, mi lenne az, és kiválasztok, vagyis um, hát igyekszek, tehát fer, nem fair dolog, de ki fogom választani az, amelyik nekem tetszenek, és el fogom küldeni a Digital Extreme-nek, és egy következő videó alkalmában felolvasom azokat, akik nyertek uh, ezzel kapcsolatban, hogy kinek a a ötletét küldtem el a Digital extreme nek Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet. Discord szerverünk a videó leírásában van, lehet csatlakozni nyugodtan bárkinek. Klámba lehet csatlakozni, eh, link a videó leírásában van, eh, vagy be a játékban. Következő videóig nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Iratkozzatok fel, nyomjatok rá a hogy kapjatok értesítést a videókról. Sziasztok!